Mester, mi a baj? 99 óta megy a Family Guy, és ennyi idő alatt nem bírtak egy ebit adni, rohadékok. Hát én nem forgatok megint a Simpson családdal. Abból is mi lett? Megmondom én, mi lett. Még többet írnak róluk. Ja, a Simpson család lebutult a konkurenciához. A Simpson család leszállt a csatornába. Szégyeld magad, Simpson család! Szemétmázlisták. Jó reggelt, Lois, mert hát az vagy. A feleségem. Őt ölelgetem. Csomag Peter Griffinnek. Köszönöm, ismeretlen futárnő. Kurvára leszarom az Emmyt, ha csak hozzáérsz a segít. Apuk, itt állok és mondom a szövegemet több érzelemmel és kevésbé monoton hangon, mint az igazi Lili a modern családban. Nem vagy egyedül, most már mi vagyunk. Mi. Emmy. És én hiszek az Emmyben. Az Emmy bizottság figyelmében. Nagyon, nagyon. Meg Griff. Ilyen nagyon azért nem kell. Szóval az Emmy bizottság megnézett minket? Aha. Jó, köszönöm. Annyira gyűlölték, hogy negatív Emmyt adtak. Jövünk nekik egy Emmyvel. Csá, fater, biztos nehéz ilyen spagettilábú gyereket nevelni. Krisz, szeretlek bármilyen kevés hasznodat venni evezéskor. Peter, bejárnak a varjak. Darabjaira esik a ház. Semmi baj, elégedetlen csendben szenvedő feleségem, mindent rendbe hozunk. Hogy? Nincs rá pénzünk. Fizetnünk kell Krisz orvosi számláit és a szia és lányunk gyógyszereit. Hű, de rohadt jó! Hogy fizetjük ki ezeket a számlákat, amiket pont úgy húztunk ki a borítékból, hogy látszódjon a lejárt felirat? Ha elkezdünk drogot árulni, jobb csapat leszünk, mint a néni szemgolyója a Dalton Abbey-ben. Én mindent belátok ebben az irányban, én pedig belátok mindent errefelé. Így az összes hozzánk vágott díjat észrevesszük. Éppen itt jön egy... legjobb kívülrevágás! Na gyerünk! 12 órával később. Várjunk, ez már volt. Visszább. Vagy előrébb? Már nem tudom. El kell mondanom a feleségemnek az igazat. Férfiasan. Aztán eladtam a drogot, mert az orvos azt mondta, hogy rákom van, embereket öltem, de aztán Joe elvette a pénzt. Értem. Most elhagysz? Nem, Peter, segítek kinyírni azt a zsarút, mert keményebb vagyok, mint a nézőkkel együtt, hinnéd? Mi az esélye annak, hogy idejön? Meryl Streepnek fenntartva. Meryl Streep picsázott el ennyire? Nem, egy angol munkásasszony volt a 19. század közepén. Ha, bravo! Annyira nagyon jó! Köszönöm. Meg ne lássalak a budimon! És az Oscar díjat kapja Meryl Streep a Meg ne lássalak a budimonért. Akasz le! Mégis mit képzelsz? Stewie, most segítesz apunak és tartod az iPad-jét, amíg megnézi a Kártyavár első évadát. De... na és hol van a vár? Nem volt benne Kártyavár! Jól van, Stewie, megyünk! Oh! Oh! Hoppácska! Elzsibbadt a lábam! Stewie, apu nem tud lábra állni. Keres valakit! Az ajtón lógok, te gyökér! Ja, ilyen egy hülyes érülés, mi? Utoljára újonc tűzoltó koromban voltam ilyen ciki. Bocs, ez az első napom, még tanulom. Biztosan készen állsz erre? Biztos, hát! Ha egyszer valamit elhatározok, azt végigcsinálom, mint amikor Kathleen Turner hangom volt. Szép jó reggelt! Peter, mi lett a hangoddal? Az este torkon vágtak a kagylóban, és most olyan a hangom, mint Kathleen Turneré. Na, betolom a sztromboli szenyámat. Hé, hey, teszed le a sztrombolimat, Kathleen Turner! Nyá! Most már pontosan tudom, mit kell tennem.
Hová a viharba mész? Lois azt mondta, ugorjak le egy szikláról, hogy bizonyítsak a barátaimnak. Biztos, hogy ezt mondta? Nem tudom, Brian, ki volt gombolva a blúza, próbáltam belesni. Na, megyek, leugrom egy szikláról. Peter, várj, állj meg, ez őrültség! Basszus! Hova megy Peter? Ha? Jaj, a picsába. Peter, nem kell leugrani egy szikláról, hogy bizonyíts nekünk. Nem mind gondoljuk így, de szavaztunk és tiszteletben tartom a többség döntését. Ökölj, bacsi! Úristen! Peter! Lelőjem, hogy beszenvedjen. Rálátok. Azt hiszem, jól vagyok. Apró! Tedd rendbe a házad, de rögtön. Nyugi, van robotporszívóm. Jó, várj egy kicsit, mindjárt rájön. Tanul. Ezek így működnek. Kezdi vágni. Látod, megy ez? Na, most kapaszkodj. Mindjárt tiszta a padló. Jó vétel volt. Íve a jövő. Tessék, kezdi is. És lemerült az aku. Ez biztos az új dadus. Itt laknak Griffinék. Szeretettel üdvözlöm az új munkahelyén. Ó, én nem a dadus vagyok, hanem az Uber sofőr. A dadus a kocsiban ül, elszundikált idefelé jövet. Nyet, szundikál Uber, keres hálat rokonok gyűrű fényképei. Jó napot, Natália vagyok. Milyen hal szeret reggelire? Hát, ha tudni akarja. Üdvözlöm önt az új munkahelyén. Jól van, Stevie, ez a Belarus gyerekek legkedvesebb könyve, a Jó ét, Csernobili hold. Jó ét, Csernobili hold, jó ét, sugárzó ház, jó ét, alva telefon, jó ét, világító tej, jó ét, nagyapa vérző szeme, jó ét, kétfejű cica, jó ét, senki, jó ét, kerület és kerületszerte senki. Vége. Következő, mindenki kákil, vért. Milyen boldog a barátaink házassága. Ja, persze. Donna mondta a mostóban, hogy Clevelanddel már több mint 3 hónapja nem szexeltek. Imádom, hogy elpletykálsz ilyen bizalmas dolgokat. Ja, és szegény Svensonék. Ne is mondd. John halott Derektól lefelé, Bonnie meg Derektól felfelé, pont összeillenek. Igen, tényleg. Csak 9:30-ig szolgálnak fel vacsorát. Ezért nem kell elnézni a kijáratot. Nézd itt egy cuki üzenet. Televízió, nincsen nézegessék egymást. Egy használt koton van a kandallóban, és ez csak díszkandalló, szóval ott is marad. Hova megyünk? Te mész haza, számolj 3, húzd meg zsinór. De nem tudok számolni! Még egyszer, megint! Ja, majd szólsz, ha már nem használod a töltőt, amit hoztam. Az egyetlen dolgot, amit beraktál? Gondoltam, ha én fizetek, nem kell pakolnom. Na, helyben vagyunk. A férjem Rockefeller, aki a szüleimmel fizetteti a dadust. Mert a kölykök hosszú sorban állnak zongora leckékért. Nem is tudom, hogy melyik porosabb, a zongora vagy a futópad. Én azt mondom, a futópad. Igen? Kopogjunk át a szomszédokhoz, és kérdezzük meg tőlük, melyikünk kövér. Jó, hát bocs, hogy nem vagyok Bradley Hooper. Az Cooper, nem Hooper. De Mr. Hooper-re gondolsz a Szezám utcából, és vele előbb dugni. Kellenek vissza ezek a nyálcseppek, vagy maradhatnak rajtam? Csak azt a legyet akartam elijeszteni. Ja, az egy májfolt, akkor mindegy. Remélem, hogy rák. Ki akarok szállni? Ó, ha meghalsz, lehet az enyém a semmi? Mi az, hogyha meghalok? Halott vagyok, amióta kimondtam azt a baszott igent. Jó, hát mondd azt, hogy nem is, én már itt sem vagyok. Na, milyen volt? Iszonyatos. És a születésnapodra, kis, megkapod tőlem ezt az $1. Ennek ősd egyszerre az egészet. Nyíl. Szeretettem, nagypapa. Meglepetés! És mi a halált műve? Bocs, meglepetés bulit szeretett volna, és szerinte ez így működik. Meglepetés! Tessék, Krisz! Nekem is van egy fura kövér fiam. Megöleljelek? Igen, a szülinapja a legnehezebb.
Örülök, hogy az ellentétek Peter és közted nem hatottak ki a barátságunkra. Mi vöresek, tartsunk össze, nem igaz? Túloráznod kell, mi? Hogyan szívem? Lois a barátom. De tényleg, mikor félreérted a dolgot? Honnan tudja Ribi a nevem? Ribi? Na gyere, te ringyó! Ó, ezt élvezni fogom. Jaj, na ne már, hölgyeim! Enyém az utolsó poén a reklám előtt. Oh, aztán, ez az első. Jól van, jól van. A pap, a rabbi meg a francia bemegy a kocsmába. A Family Guy folytatódik a reklám után. Még egy poén. Bocs, nem. De ez olyan, mint egy drogtanya. Te miről beszélsz? Ez drogtanya, 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 drogtanya. Mondom, hogy drogtanya. A kurva! Lois, bedobtam egy egycentest egy tampedlibe. Bugyit le is törőkőzött a konyhaasztalra. Peter, épp könyvklubot tartok. Magasról leszarom, dugunk! Aki nem akar nagy fehér seget látni, ez húzor a picsába! Seamus, fel tudsz váltani egy dollár? Nem tudom. Tilosban horgonyoz a hajóm a kikötőben. Nem tudom. Adományozol egy kisebb összeget a rendőrbálra. Nem tudom. Jövő héten segítesz költözni? Jézus Mária, ti jártok, vagy mi van? Nem tudom. Óriás csirke. Jól vagy? Szereztem pár kék foltot, de amúgy igen. Mit csipálsz most? Csinálsz. Peterrel most szeretkeztünk, mert beletalált egy érmével egy feles pohárba. Tiszta hülye, nem? Peter már csak ilyen. Többé nem állhat szóba vele. Jó éjt! Bocs, ez a riasztó! Cleveland, kapcsolt ki! Nyomkodom a gombot! De a kulcsot is be kell dugni! Én bedugtam, de... Na, megvan. 88, trüssi tekibana! Peter, azért vagyok most itt, mert én vagyok az egyetlen visszatérő ázsiai karakter a sorozatban. La donna immobile, qual più mai vento, mutata accento, edite... Az operától elegánsabb az erőszak. Ennek már most nincs értelme. A Fehér Ház, Washington. Itt lakik az elnök. Az amerikai. Nézze, Peter, nem akartam megkérni magát, amiatt a szabályszegő, de állatkirály dolog miatt, amit régen tett egy csatában. Ez az, amiről nem akarod, hogy kérdezzelek. Mondtam, hogy erről ne kérdezz! Bevadult és mindenkit megmentett. De nem az előírások szerint. Mondd csak, emiatt nincs erekciód. Mindenki hagyjon engem békén! Figyeljen! Nem én kérem magát erre, hanem Amerika. Mondja meg Amerikának, hogy a válaszom nem! És most elnézést, de mennem kell meggondolni magam a zuhany alatt. Oh, hello, Peter. Épp hátul dolgoztam a kertben. Igazán? Golyót készülsz növeszteni? Jól van, jól van. Viselkedni, fiúk! Milyen cuki kis vityillótok van a Streberrel? Nem hittem, hogy kertváros lakó leszel. Peter, te is itt laktál. Az már nagyon régen volt. 2 hónapja volt. A Microsoft Surface-em számításai szerint fejlett álcázó technológiájuk van. A Microsoft Surface megerősíti. Microsoft Surface. A Samsung Gear S2-es órám is ezt mondja. Na elég! Küzdjünk meg gyors vágásokkal és közelképekkel, hogy ne lehessen látni, mi van! De.
az a balta képű köcsög? Peter, te élsz? De hogyan? Hiszen milliónyi cafaltra robbantál. Szerencsére ismerek pár egész jó hegesztőt. És összehegeztettek, vagy mi? És egész végig tudták, hogy élsz? Kérdezősködni akarsz, vagy kefélni a temetőben? Szerintem mégis menjünk a Kohói Egyetem könyvtárába, és kezdjünk el kiművelni téged. Hát, megpróbálhatjuk. Végül is fejlődni akarok. Nehogy én is olyan szánalmas önálló esteket tartsak, mint meg. Oh, I love trash. Anything dirty or dingy or dusty. Anything ragged or rotten or rusty. Yes, I love trash. Ki tehet erről? Kukazsák palást van rajtad, szerinted? Üss! Isten ilyen nyomja! Úgyis kicsit behalt a fiókom. Megnyitom az appot. Jó sok van, de mindegy. Beírom. Kilövés 3, 2, 1. És kitvittelve. Újra a pályán, látod? Hát, lelépett. A tömeggel együtt. Meg a rajzolókkal együtt. Szia, Kört! Kört, nem már, én vagyok az Epididős Lois. Gil, segíts egy kicsit. Gil, ne! Mi van Barbarával, ott van hátul? Ő majd tisztázza ezt. Hadd beszéljek Barbarával. Ő sem akar veled beszélni, és senki más sem, amíg együtt élsz azzal a rasszista kutyával. Jaj, ne már, az csak egy rossz vicc volt. Hol van Stanley? Ő biztos mellém áll. Hadd beszéljek Stanleyvel, vagy Henryvel. Valaki segítsen már. Chip! Karen! Gigi! Angela! Tito! Larry! Nem hagyhattok csak így itt! Keresztnéven szólítjuk egymást! Mert az van a névtáblájukra írva. De nekem nem kell megnézni! Nekem nem kell megnézni! Jobb, ha lelépsz, mielőtt elkezdelek uramozni, mint egy zsaru. Na de Joe, hát... Te... Uram! Uram! Felkértem, hogy távozzon! Joe, én vagyok az Peter! Uram! Ne kelljen még egyszer mondanom! Távozzon! Jó, Anna! Uram! Ne, Joe, már megy! Uram! Joe! Uram! Elment! Uram! Semmi baj! Uram! Elment! Amint tudják, Brian Griffin vagyok. Fúj! Fúj, Brian Griffin, fúj! Felolvasnék néhány szót. Fúj, hazudik, fúj, Brian Griffin, fúj! Szóval, szeretnék... Fúj, hazudik, kérj bocsánatot máshol, fúj! Már csak ti maradtatok nekem. Köszönöm, hogy támogattok. Szerintünk el kéne költözni. Mi van? Áó! Brian, mi szeretünk téged, de dobálják a házunkat, és a családra is gondolnunk kell, és... sajnálom, így lesz a legjobb. Ez most komoly? Te is így gondolod? Elegendő válasz ez a lassú svenk az elutasító arcunkkal? Megnéztem a B-vacsot. Hát valami kegyetlen. Jó, elcsesztem is. És Peter mennyi hülyeséget csinált? Őt sose rúgtátok ki, és az élete... Most nem az én életem a téma. Peter, nyugodj meg. Reggeliztél ma rendesen? Egy banánt meg egy kávét. Miért vagyok ilyen kövér? Hát akkor viszlát. Brian, várj! Ez a nyakörv a miénk, rajta van a címünk. Béke. Itt van a Rocky 4! Na bassza meg, ez terroristául van. Azok a cirill betűk, ez egy orosz kalóz másolat. Jól van, elvisszük, a semminél jobb. Na! Írok egy dühös e-mailt Vlagyimir Putyinnak. Kedves Vlagyimir! Mondd meg neki! Remélem, e-mailem egészségben talál. Hú, öcsém, bár láthatnám az arcát! Rögtön a tárgyra térek. A barátaimmal döbbenten láttuk, hogy mit műveltetek a Rocky 4 végével. Mindenki tudja, hogy bármely amerikai bármikor képes leverni bármelyik oroszt. Ezt leszámítva nálunk minden rendben. Chris a legjobb képességei szerint tanul, és egy kicsit javultak is a jegyei. Stewie úgy nő, mint a gomba, meg pedig a szemünk előtt cseperedik ifjú nővé. És küld! Szerintem a végére egy kicsit leült. Férje írt nekem szemtelen e-mail, hogy bármelyik amerikai levér, bármelyik orosz. Jöttem meg cáfolni.
Meg akarja verni a férjemet? Ha csak nem amerikai csirke. Azt mondta rám, hogy csirke? Igen, csirke. Fikri, fikri, fikri. Oroszul így mondjuk. Senki sem hív úgy, hogy csirke. Ki a hóra? Most! Üdv, a Publishers Clearing House-tól jöttünk. Van egy $1,000,000 csekkem egy bizonyos csirkének. Ha, konfliktus? Hiányozni fogsz, Vladimir. Hát, gyere velem Oroszország, kell barát. Ez hízelgő, de ez az otthonom. Meg már csak azért sem mehetek, mert félek Bridget Nielsentől. Ő itt van te országodban. Hogy itt van? Tényleg? Jó, menjünk! Gyerünk, indulás, gyerünk! Jaj, ne! Érzi a féldekes piás üvegek szagát! Induljunk, indulás most! Drága uram, kérlek, küldj nekem egy 2 méteres szőkenőt, aki addig iszik, amíg mozog. Azt hiszem, keresztbe imádkoztunk. Na hát, itt vannak a világon a legszebb és a legrondább nők. Csupa 10-es meg 1-es. Hű! Ó! Hű! Ó! Hű! Ó! Na, hú vagyok. Na és mivel ütöd el az időt, van itt Direct TV? Time Warner van. Na és HBO? Starz van. És ESPN? Fox Sports 1 van. De HD-ben? 420p-ben. Na és? Akármit mondasz, én kicsit rosszabbat mondok. Simpson család? Family Guy van. Ezt magamnak köszönhetem. Szia meg, mit csinálsz? Nem sokat, megettem egy piskóta tortát. Talán kinézek a szeméthez, hát ha smárolok egy oposszummal. Most jártam ott. Ne csináld már, végzős vagy. Csak van valahol egy buli vagy valami. Hát egy van, de nem hívtak meg. És akkor menj el anélkül. Á, nem a stílusom. És mit érdekel, tévézni akarsz, vagy mi? Mit? Nem, dehogy! Csak szeretném, ha szórakoznál. Hát akkor, hölgyeim, most megyünk el! Csak mászlid volt. Igen! Haszta! Meg tök pengén dobál üvegeket a háta mögé, úgyhogy a talpukra essenek. És ez most nagyon népszerű, mert már minden más volt az. Látszik, hogy otthon vannak. Csak egy hülye próbálna ide betörni. Úgy van! Rühellem a tagot, de nagyon tud. De figyelj, lehetne, hogy akkor már hoz pár tekercs WC-papírt is? Sziói! Itt vagyok! Csak azt akartam, hogy üljött egy kicsit ezekkel a szavakkal. Vacsora! Kussolj! Na majd egy kis pálesz segít a dolgon! Hé, Kriszi! Ez szívderítően bizalmas volt meg! Mi a fasz van veled? Peter szerintem megiszik. Mit csináljunk? Na és egyszerűen csak tinédzser. Nem tudhatjuk teljes bizonyossággal, hogy ívott. Ezt találtam a szobájában. A kislányom alkesz! Jaj, Istenem, hol rontottuk el? Meg, beszélnünk kell. Mi van? Úgy is tudom, mit fogsz mondani, és azt is, hogy. Igazán? Ja. Ne így áll, mert ezzel lehúzod az életed a WC-n. Ez nem rossz, mondjuk nem is hasonlít arra, hogy beszélek, de vicces. De ez komoly dolog. Az alkoholizmus családi örökségünk. Na, nem maradok ki teljesen az örökségből. Nem akartam. Nem akartam nevetni, de ez tényleg vicces volt. Anya, csak jól érzem magam. Végre nem csak úgy ismernek, mint a dagi lányt, aki torkon ragadta a konyhás nénit. Egyébként meg apa piszkált, hogy menjek el abba a buliba. Na csak, szóval ő volt az? Na, a kurva élet! Mi volt ez? Nem tudom, valaki elcseszett valamit. Jaj, ne, lemerült a mobilom! Az enyém még bírja egy kicsit, úgyhogy egy. Hívhatunk valakit, talán felveszi, talán tud segíteni, vagy kettő. Csinálhatunk arccserésképet. Nézd meg magad! Nézd meg engem! Na, erről van szó! Na, meg fogunk halni. Korai még a fejünkre tekerni az ingünket, hogy látszon, hogy megy el az eszünk? Ne hülyéskedj, apa, ez most komoly! Inkább a nadrágot. Segíts, Stewie!
Hogy jutottam idáig? Nos, a válaszért vissza kell tekernünk egy kicsit. Nem tekert sehova! Hol vannak a többiek? Jézusom, Peter, mi van veled? Hogy mi történt? Jó kérdés. És hogy megválaszoljuk, vissza kell tekernünk. Eszedbe ne jusson! Krisztus születésének napja. Kriszt és a halva született ikertestvérét Túst Krisztusról neveztük el. Ott a fater kocsia! Hú, de gyorsan jön! Alig várja, hogy lásson! Helyre már a marcuak! És egyenesen a kocsmába megy. A kagyló a város túlsó felén van. Direkt került, hogy ezt megcsinálja. Szerintem én is lelépek, mielőtt ideír a túlságosan lelkes karácsonyi énekkar. Have you heard the story that they're telling about Bethlehem? Have you heard the story of the Jesus child? Már késő, nyomás ki hátul! How he came from heaven and was born in a manger bed. Az ablakon át! Mary was his virgin mother, pure and mild. Istenem, elkapták Kegmeyert! Sing hallelujah, sing hallelujah! Worship the Jesus child and praise his mother mild! Peter, végre megjöttél! Igen, és pont most kezdődik a karácsonyi csoda Patrick Swayze-vel. Mielőtt leülnél, még meg kéne csinálnod ezt-azt. Először is szedd le a tavalyi égősort, és tedd fel helyette az ideit. Aztán hozd le a padlásról a tojáslikörös poharakat, és vedd be a fejed egy polcba. Vidd ki az unokatestvéreimet a repülőtérre, és menj el a többi unokatestvéremért egy másikra. Lapátold el a havat a járdáról, aztán a kocsi feljáróról is, aztán Mrs. Whittaker feljárójáról. 96 éves, és egyedül van. Kéne 4 szatyor fahéj illatú toboz, szatyrot vegyél a hobbiboltban, tobozt a dekorboltban. Utána fújt fel a hóembert, és tedd ki a ház elé, a pumpa elromlott szájjal kell csinálnod. Aztán most ki, vidd ki a szemetet, és told el a házat egy kicsit balra. Nem lehet egy részét holnap. Menjetek! Meg leszek egyedül is! Megnézem a Patrick Swayze filmet, és fürdök a túltöltött kádban! Na, most ott akarok lenni. Hát ez nem jött be. Jézusom, ez a flörtölős nevetése? Nem túl feltűnő, de egy hosszú házasságban észreveszi az ember. Maga nagyon vicces lesz. Egy vicces és jóképű férfi. Na elő a farokkal! Megint! Csak olvasni kell a sorok között. Flörtöl! For the weekend. Mutter, fater, most mit csinál? Nem tudom, Chris, de bontogassuk tovább az ajándékokat, majd kifárad. Hát, boldog Valentin napot, Lois! Adok egy haldokló házasságos arcpuszit. Hát, Brian, ha már loser szingli maradtál, akkor legalább élvezd ki. Várjunk csak, mit csinálok? A csokoládé méreg a kutyáknak? Abba kéne hagynom meg... Na mi van, Brian? Elestél és nem bírsz felállni? Ez a vicc olyan szakállas, hogy már büntetik. Csak le ne ejtsem a szappant. Ezért halálbüntetés jár. Szia, Brian. Pacsi? Nagyon örvendek. Ellie vagyok. Te mivel vagy itt? Van egy kis seb a talpamon, és be akarják kötözni az egész lábamat, nehogy szétrágjam. Peter, nagyon aggódom Chrisért. Teljesen lesokkolt attól, hogy látta Arthur Valentint meghalni, még soha nem láttam ilyen depressziósnak és katatonnak. Hát az ébredésekben Robin Williams egy labdát vágott Robert De Nirohoz, ő meg elkapta. Nem próbáljuk meg? Chris, minden rendben? Apu és anyu az. Gondoltuk, ébredések! Peter, én nem hiszem, hogy... Ébredések! Meg fog sérülni, ha... Ébredések! Peter, fejezd be! Nem gondoltam, hogy Chris így ki fog bukni. Túlzás volt megölni Arthur Valentint, mindenképp fel kellett támasztanunk. Chris, magadhoz kell térned. Én is átéltem, amit te. Figyelj, sosem mondtam el senkinek, de 2002-ben halálra gázoltam egy nőt. Öregnek látszott, de csak 51 volt, nekem az akkoriban öregnek tűnt.
Ezért beszélek és kérdezek olyan sokat. Mert ha egy pillanatra csend lesz, az eszembe jut. Ezért csinálja ezt minden anya. Minden anya megölt valakit. Na, itt ki az üdítődet. Sajnálom, Brian, de épp ezt akartam elmagyarázni. Én is sajnálom, de látom, hogy igazad volt. Nem tudom, hogy működne ez, és hogy illene a kapcsolatunk a világodban. Hé! Hey, nincs doma! Azt hiszem, ezzel vége. Én is azt hiszem. Sosem felejtelek el, Brian. Én se felejtelek el, Ellie. Ígérem, hogy az egyik kölyköt rólad nevezem el. Csak szorítsunk, hogy ne azt tegye meg. Kösz. Ez sokat jel... Jó van. Most jön az, amikor a tarkomba harap, úgyhogy talán fejezzük is be. Jó. Mit csinálsz apával? Mi van? Megyek bevásárolni. Na jó, a mementó megvan. Na. Ne felejtsd el az uborkát, Peter. Az hol van? Ja, igen, amiatt, amit kipróbáltunk. Ha már itt tartunk, ilyet még nem élveztem. Mocskosnak éreztem magam, de már elmúlt. Már alig várom az estét. Hát ezt nagyon nem a gyerekek előtt kellett volna. Nem tudom, hogy most nagyon jó a házasságuk, vagy nagyon rossz. Szerintem ijesztő, de erős, mint Danny Trejo. Kösz, hogy észrevetted. Készen állsz a mozi maratonra, Rupert? Á, én is erre születtem. Akkor jöhet a halálos iramban 1-től 7-ig? Na tépjünk be, bassza meg a ló! Ezt nem nézheted beszívva, ez egy komoly dolog. 14 órás elmélkedés arról, hogy milyen fontos a család, a sportautók, a termékelhelyezés, a nem megállapítható etnikum és a család. Hol a nyolc? Nem most jött ki? Valaki. Azt mondta, megveszi Blu-ray-en a születésnapomra, és valaki egy limitált kiadású Michael Kors bőrtáskát vett nekem helyette. Azt mondtad, imádod? Igen, és téged is. Kedves vásárlóink! Frászfonya, a gabonapehely figura most várja önöket a 6-os soron. Ha? Frászfonya? Az a frászfonya? Vannak kamufrászfonyák is? Te vigyázzál! Hú, de másnapos lehetsz. Hogy fogsz így semmit tenni? Istenem! Rupert! Ne! Rupert! Rupert! Miért bal kézzel mosol fogat? Mert a jobbat nem érheti víz. Frászfogya megfogta, úgyhogy szent hely, mint egy templom. Jó, hát én most alszom. Félrecsúszott csöccsel, mint egy rendes középkorú nő. Chris, nem látod a... mit... te mit csinálsz? Kínszínyér a ruhát gyártok. Virágzik az üzlet. Felállnál erre a székre? Ó, hát jó. Na, mi van? Stewie-t keresem. Összevesztünk, és félek, hogy valami durvát csinált. Ő? Te ölted meg a barátját. Jól van, ezek szerint előttem járt itt. Az egy játékállat volt. Hát, ő elhamvasztotta azt a játékállatot, és most Vermontba tart, hogy szétszórja a hamvait. Mi? Utána kell mennem. Addig nem, amíg ez nincs kész. Milyen érzés, Bueno? Kényelmes? Ez nem is az enyém. Bonitának érzed magad benne, vagy sem? Annak érzem. Nagyszerű, mert Bonitán is nézel ki. Gracias, cariña. Puedes recogerlo el miércoles? Pablo agya el fog szállni? Mua. Nem érdekel, veled megyek. De nem ülhetsz mellém. Nem ár, akkor a súlyos kezű fickó mellé kell ülnöm. Szia, kutyi! Úgy kell neked. És egy baba! Sui! Szent Isten, Sui! Jaj, nem tudtam, hogy robbantjuk. Ettől még nem fogok megbocsátani. Akkor ne. És végig bántó megjegyzéseket fogok tenni a seggedre. Tegyél. Tudod, talán úgy helyes, hogy te vigyél fel. Rupert mindig is a csicskámnak hívott. És tudod, hogy még hogy nevezett? Dagi Lesszi, Ebola, Rintindinka, Kula Kutya, Broki Blöki. Clifford a nagyvörös segélyük, amit folyton néznünk kell, mert nem bírod letenni a farkat. Csasztok! Ez meg mi a here?
A frászfonyás kezem. Megesküdtem, hogy többé nem mosom meg, akárhogy csesztet Lois. Pedig hallgatnod kéne rá. Igen, Peter, ez undorító. Igen? Akkor leszek. Tegnap óta tudok ilyet. Abudimá! Mi történik? Elkaptunk Peter. Igen, egy golflabda pucoló van odabent. Lazíts és hagyd magad. Ne! A csodálatos apró létformáim! Édesapa, hová megyünk? Egy sokkal jobb helyre, fiam! Igen! Kérem, küldje be Stewie-t. Ó, most már bemehetek, nagyszerű, mert ő készen áll, csodás. Köszönöm, Barbara. Remélem, tud Adil jegyet szerezni, megérdemli. De hogy szerez, kizár dolog. Egy hónapja kellett volna megvennie. Szóval az ott az én helyem? Ha tetszik. Akkor gyerünk. Láttam elmenni a rákos gyereket. Mókás lehetett. Na hát, Dunkin Donuts-os kávét iszik. Nem tudom, miért szomorítanak el ezek a poharak. Olyan, mintha már a nap legelején feladta volna. Akár a homlokára is varrathatná, hogy nincs pénzem Starbucksra. Azt hiszem, nagyon magányos kisfiú vagy. Istenem, igen! Magányos vagyok! Oh, maga lelkem mélyére állt! Á, Istenem! Köszönöm. Köszönöm, Barbara. A te korodban én Londonban éltem, épp a bombázások után. Jézusom, hány éves az maga? Az egész környék romokban hevert. Kétségbe esetten kerestem a káoszban a szüleimet. Anyu, anyu, anya! Anya, anyu, mami, 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 anyu, anya. Ezt ne. Mit ne? Tudja azt maga. Igaziból nem is így beszélek. Hát nem így, így beszélek. Az angol gentleman stílus csak affektálás. Egy védelmező páncél csupán egy ibás, hogy különlegesnek érezhessem magam. Hűha, megkönnyebbültem. Végre a saját hangomon beszélek, úgyhogy nem próbálok valaki másnak hangzani. Ezt hogy érted? Hát ez a valódi hangom. Nem hallok különbséget. Na és most? Ezt most hallja? Ez sem hangzik máshogy. Migrik. Na és ez? Következik ez a hang. Ahol én vagyok az. Én meg egy zsűrvény. Sajnálom, de mintha mind ugyanaz a személy lenne. Nem akarok olyan lenni, mint mások. Ezt hogy érted? Úgy, hogy nem akarok olyan lenni, mint a többi nulla ebben a porfészekben, mint a családom. Nem csinálom, nem leszek olyan, mint a többiek. Olyan akarok lenni, amilyen vagyok. Felsőbbrendű, zseniális, különleges. Istenem, mit is képzeltem? Nem emelem fel a fátlat. Soha, soha senki nem ismer meg igazán. Amúgy visszajött a régi hangom, drámai pillanat. Ha te mondod... Szűj, ide adnád a szívgyógyszeremet, kérlek. Persze. Habár egy valaki ismeri az igazi énemet, és az maga... Ezt nem értem. Miért nem adod ide a szívgyógyszeremet? Hát ezt most nem fog tetszeni. Kérlek, nincs sok idő. Szeretném, de igazán. Nagyon sokat segített, és ez most hálátlanságnak tűnik tőlem, de nem fogom odaadni. Azért, mert megvárattalak. Mert senki nem ismerheti a valódi énemet. Így meg kell halnia. Nem azért mondom, de van valami tippje, hogy meddig fog még vergődni? Nem tudom. Azt hiszem, mindenkinél más. Én csak azért kérdem, mert még mindig elég beszédes. Ne tedd ezt, Stewie! Sosem szabadulsz tőle! Hát ez van. Nekem ez sose volt nagy gond. Barbara! Barbara! Nem hallotta, hogy ebédelni ment? Nyikorgó székrugók és parketták egész zenekara kísérte. Sam! Nézd utolszor, öleld, utolszor kar, s te száj lehellett kapuja. Ez igazi csókkal pecsételt örök alkum az uzsorás halállal. Macbeth,
Romeo és Julia. De nem is várom elhagytod, hiszen te nem vagy brit, egy... kicsit se. Enyhült a bűntudat. Ne mozduljon, Moriarty professzor! Sherlock Holmes! Miről ismert fel? Ha látok egy férfit, aki tengeri útra indul, de nem visel felöltőt, sem óraláncot, és nincs begombolva a kamáslia... És a korona ékszerek a fejemen? És a korona ékszerek a fején. Fegyvere van! Vidászt, Huey! Holmes! A mindeni, de bosszantó! Watson! A joghurt! A szerencsét a... szerencsének ehhez nincs köze! A szögből, ahogy a pisztolyt tartotta, kiszámítottam a golyó pályáját. Majd a trigonometria segítségével... Most hozzám beszél? Mert ő meghalt. Miért vonul vissza, Holmes? Vannak még megoldandó bűnügyek. Most, hogy Moriarty hallott és maga, az életrajzíróm is itt hagy engem. Mi értelme? Ezt a papírkosárba dobom. Igen. Viszlát, nyomozó sapka. Így... Constance! John! Ciao! Szelva! Mi az, Holmes? Sürgős üzenet Lestrade felügyelőtől a Scotland Yardtól. A mindenségért gyilkosság történt, és segítséget kér. Jaj, milyen kínos ez! Hát, aki tudom ásni a sapkámat a szemétből. Jöjjön, Watson! Kázusunk akadt! Kázusunk? Ügyünk, esetünk. Hát akkor miért nem ezt mondja? Úgy látom, a gyilkos régi ellenségünk, a vérskót. De hiszen ő börtönben van. Magam juttattam oda egy éve. Mindazonáltal a nyomok rávallanak. Minden áldozata V-vel kezdődő nevű prostituált volt. Ezt itt Veronikának hívták, a nevét viselő szatén softball jackiből ítélve. Maga miért van itt? Megredbonoltam egy Camber Beach-et. Elterelték a figyelmemet. Londonban sok a patkány. A magáé. Watson, nem is tudom, hogy mondjam el, de a gyilkos, akit keresünk, a menyasszonya, Constance! Hazugság, csak féltékeny! Menjünk el hozzá, és megmutatom! Áó! Bocsánat, mára volt kérve a kormolás. Jöjjek vissza később. Talán igen. Talán majd máskor. Jó van, kihúzom! Jó, de finoman! Befelé is nagyon fájt! Áó! Az én szeretett Constance-om a gyilkos. Ez rosszabb, mint hinni. Hogyha gyilkos ebben a korszakban, akkor egy nap írni fognak róla egy iszonyatos musicalt. Itt áll előttünk Constance, a főkötös mészáros. A főkötös mészáros. Ó, tévedtem, isteni! Hát akkor irány Franciaország. Ott is, a szerelem városa. Hogy mondja? Így hívják. Párizs a szerelem városa. Ó, ez esetben átöltözöm. Külön szobában aludjunk, hogy jobban elférjünk. Kedves a helyiektől, hogy beállnak sorompónak. De hogy találjuk meg Constance-t, a világ egyik legnagyobb... Ott van! Gyorsan utána! Most néhány snitten át üldöznünk kell, miközben az előnye egyre változik. Holmes, erre a furcsa épületre mehetett fel. Mi ez? A vadonatúj Eiffel-torony. Siessünk, mert még... Várjon. Azt hiszem, beleugrottunk egy családi képbe. Constance! Dépagyér! Leromboltam a bűnös birodalmát, és ön bosszúra vágyott. Nem kaphatja el, amit nem lát! Egy rejtély még maradt.
Miért hívják önt professzornak? Roxfordban tanítok. Tényleg? Nem, de azt kellett volna megcsinálnunk. Basszus ismerősök, tudjátok mi jön? Adományozunk, nem vásárolunk. Valamit csak vissza kell adnunk a közösségnek. Ki tudná dobni az egész tóztasikkát torba, ott fogok várni. Veteránnak adom ki magam. Mi? Igen, tök jó. Azoknak bejön az élet. Nem látni hajléktalan veteránt. És az emberek is kedvesek, mindig kinyitják nekem az ajtót. Jó napot, uram. Köszönöm. Na szóval, ha nagyon dagadt vevő jön, mind a két szárnyat ki kell nyitni, rendben? Ti is lehettek veteránok! Nézzétek, felteszem a napszemcsót! Nekem is! Veteránnak lenni hangos! Mi a rákbajotok van? Az megvan, hogy én tényleg veterán vagyok, és már a gondolattól is hányok, hogy ezért előnyöket fogadjak el. De ti pláne kamusztok is! És ha azt mondom, hogy a te szemcsid a Playing with the Boys-t játsza? A röpis jelenetet? Rajta, próbáld ki! Mintha én pacsiznék Anthony Edwards-szal. És ugye, én nem is hazudok. Na, azért mondom, még egy kört nekem meg a veteránoknak. A Welch szerint önök megszegték a lopott dicsőség törvényt, amiért több évi börtön jár. Kellett volna ügyvéd is. De komikusi szolgálatukra tekintettel alkut ajánlok önöknek. Miféle alkut? Ejtem a vádat, de csak is azzal a feltétellel, hogy tényleg belépnek a seregbe. Pontosabban a tengerész gyalogsághoz. Jézusom, hát meg is halhatunk, kérem, ne! Na és a partiőrség? Jó, az jöhet. Úgy látom, maguk alkalmasak. Tegyék fel a kezüket és mondom a parti esküt. Hogyha itt vagy, családtag vagy. Ez nem egy reklám. Mi előbb mondtuk? Ez a partiőrség úgy, ahogy van, amatőr és nem ért semmihez. Mint egy ókori római gyakornok. Ő itt Markus, ma van az első napja. Ő lesz az, aki most téged keresztre feszít. Esetleg például kalapáccsal. Jaj, bocsánat, olyan béna vagyok. Jogi, tök jól csinálod. Srácok! Nem érünk rá, Aquamennel dubálunk. Mondom, hogy nem Aquaman vagyok, hanem Namor a torpedó. És te mit tudsz? Amit Aquaman is tud, csak nem irányítom a halakat. De hát az a lényeg. Nem ez minden, amit Aquaman tud? Nem. Lélegezni is tud a víz alatt, meg erős is, mint én. De a víz alatt mindenki erős, nem? Nem, nem, nem annyira, mint én. Én egy nagyon nagy polipot is elütök bazi messzire. Szevasztok! Hé, Aquaman! Csináltas valamit egy hallal? Jaj, gyerekek, hát nem is tudom. Azt hiszem, csinálhatok valami ilyet. A minden itt! Egy igazi szuperhős! De nekem szárnyam van a lábamon! Vége van. De hát mit tehetünk? Csak Kegmeier volt köztünk igazi katona. Igaz. Nélküle olyan használhatatlanok vagyunk, mint az automata mosdó. Itt ez a női mosdó! Hopp! Jó, jól mondja! Nekünk kell cselekednünk, mert a parti őrségnél vagyunk, és ha itt vagy, családtag vagy! Baromi sós volt a kaja. Ez reménytelen, sosem találjuk ki, mi a célpontjuk. Indul a készen állunk a támadásra, igen, és sokan fognak meghalni hajótúra. Na jó, itt azért valami gyanús neked. Indulás! Ne, srácok, gyalog, nem érünk oda! El kell lopnunk a kölyök jetskijét. Peter, itt van a hajó, simán elérjük. Csak így sikerülhet! Peter, nézz ide, mi felszálltunk a hajóra, annyira közel van. Sikerült! Csak jetskizni akartam. Senki nem mozduljon! Ez itt a parti őrség! És ha itt vagy, családtag vagy! Bööö. Bööö.
de ki fogunk nyúlni. Megállj! Ha? Kegmeier, visszajöttél! Vissza hát, mert a partiőrségnél vagyok. És ha itt vagyok... Ne, ki ne mond! Sikerült! Vége van! Hála neked! Kösz, hogy megmentettél, Kegmeier! Á, csak tettem a dolgomat. Úgy, ahogy ti is. Szép volt, katona! A lényeg, hogy senkinek nem lett semmi baja. Hála a partiőrségnek, mert ha itt vagy... Nem vagyok hajlandó visszamenni abba az étterembe. Mégis honnan volt neked pénzed erre? Oké, elmondom, de egy feltétellel. Jó, akkor mindegy. Befektettem a tőzsdén. Még hogy a tőzsdén? Ó, mit tudsz te arról egyáltalán? Egyszerű. A trendeknek megfelelően fektetek be. Például több az 50 fölötti egyedülálló, mint valaha. Úgyhogy pisztolyba és sötétítő redőnybe fektetek. Nyilvánvaló, hogy nem akarnak részei lenni a társadalomnak. Szerintem a tőzsde egy cinkelt játék, ahol a felső 1% gennyesre keresi magát, mások meg tönkre mennek. Ezt most egy súgógépről olvasod? Nem. Behalt a súgógép, most mi legyen? Brian, impro! Szép napunk van a Rhode Islandi kohóban. Ezért ő a legjobb. Jaj, már alig várom azt a meccset. Megnézzük a fiúkkal a kagylóban. Peter, aznap a szüleimmel vacsorázunk. Anyám születésnapja van, muszáj ott lenned. Lois? Ha most elengedsz, elmegyek helyetted meg balett fellépésére. Jó. Nem mentem el a fellépésre. Taníts meg befektetni. Jó, de már most látom, hogy sok munka lesz benne. Úgyhogy cserébe tanítsd meg nekem a karatornát, a torna és a karate keverékét. Nem, Stewie. Azt nem lehet. Túl veszélyes. Megesküdtem, hogy többé nem tanítok. Brian, egy 22 éves mongol örökös nőt fogva tartanak egy hegyi erdőben, ahol történetesen áll egy tornaló. Nincs más megoldás. Na, megjöttem. Tűzsdézzünk. Miért van rajtad még tornamez? Nem tudom levenni. Túl nagy a lompas. Várj, majd én segítek. Ne, kakiltam. Kakiltam. Srácok, óriási ötletem van. A népek imádják a gépbikát. De én annál is jobbat szereztem. Igazi bika? Ha bevadul, letarolja a kocsmát. Hogy vadulna már be? Elszorítottam a tökét az övemmel. Szétverték a kocsmát. Edgar, tudsz valamit erről? Mi? Nem. Edgar. Én a Stanley Kaplan központban készültem a felvételire. Nos, ez örvendetes. Milyen? Aha-ha! Mi ez a hely? Ezért a szarért cibáltál el otthonról, kora reggel. Igen, ez egy cég, amiben befektethetünk. Koreai proteinséket gyárt, az eget veri a haszna. Akkor miért a puszta közepén van? És miért nincs ablaka? És miért áll itt egy biztonsági őr? Mennyit kérdezel? Ezért nem akartam, hogy üdítőzél a kocsiban. Ez nem az üdítő miatt van! Ez baromság. Nem maradt más választásunk. Nekünk kell megfestenünk Jerome anyjának portréját, és nincs más tanfolyam a városban. Ezek nem csak bénatyúkoknak valók, akiknek őrügy kell, hogy ígyanak. Olyan jól érzem magam. Én is. Ez a bor egy festőművész. Mosolyt festett az arcomra. Azt hiszem, Paul nem is akar igazán elvenni. Hát én már nem vágom, mi van. Azt hiszi, kirúghat, amikor én tanítottam. Elegem van belőle, torkig vagyok vele. Annyira önző, hogy megőrít vele. Nem is értem, miért tűröm el, azt hiszem, megbocsátó személyiség vagyok. De hagyjuk is ezt. Már biztosan untatlak. Csak mikor elkezdek Brianről beszélni, elvész az időérzékem. Nem hiszem el, hogy így halok meg. Azt hittem, úgy megyek el, ahogy minden kutya szeretne. Lassan és minél több terhet jelentve a gazdámnak. Jól van, öreg, ígyni! Megyünk a nappaliba! Lois, csomagolj sült húsba és mogyoróvajba egy autóhoz menő spirulát. Nekem tartanom kell, amíg itt átsorok bambán a vizes tája előtt. Gyerünk, öreg, ott van! Na gyerünk, itt van! Vizecske, szereted?
Égni, ez az, egyedül csinálod. Jerome, bármelyik percben itt lehet, és akkor nekünk annyi. Nem maradt más hátra, mint a becsületes út. Élethű bábukat hagyunk itt magunkról, hogy Jerome azokat verje szarrá. Mi a picsa lett a csehómmal és a festménnyel? Ti meg csak ücsörögtök ott ernyett tagokkal szalmával kitömött ingben? Na hát, bevált! Jó terv, Peter! Srácok, magamat hagytam ott! Levette, srácok! Azt hisz, én vagyok! De megtanultam a leckét a Wall Street gonoszságáról. Te miről ugatsz? Nem a Wall Street volt gonosz, hanem te! Én? Én már mióta befektetek, és teljesen rendben vagyok. Te egy hét után megetted volna a saját fajtádat. Nem győzöm elég kihangsúlyozni, hogy nem a Wall Street a hunyó. Hát, a pénz minden gonosz gyökere. Nem, nem az, te vagy ilyen. Ötöbbiek, én vagyok az apa. Hol van az anya, és milyen fajta szexet szeretne? Hoppá, turisták! Figyeljenek, viaszbábúnak fogom tettetni magam. Ez kicsoda? Az a dagadt barom a Family Guy-ból. Azt utálom. Én is. Veszünk televíziókészüléket? Sajnálom, Chris, nincs pénzünk. Mindet elköltöttem arra a hülye bunkerre, amit nem is használunk. Mi lenne, ha vennénk egyet a hétvégére, megnéznénk Elvist, és hétfőn visszavinnénk azzal, hogy nem jó? Te már az 50-es években is pöcs voltál. Van egy kis idő Elvisig, megnézzük, mi megy még. Persze! Folytatjuk az 50-es évekbeli science fiction-t, amiben mindig egy ezüstruhás ember harcol egy szörnyel. Hagyjatok minket békén! 1994 van, és a hold a földé! Elmúlt a veszély. Milyen a talaj, Kanna professzor? A talaj jó. 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 Peter, hoztam neked valamit. Mazsolás korpa? Egy televízió? De hát nem futja rá, felmondtál. Ilyeneket gyártottunk. Csak azért dolgoztam, hogy összerakhassam ezt neked. Alois, csodálatos vagy. Ezért nem kéne a nőknek dolgozniuk. A holdba, Lois! A holdba? Az mit jelent? Hát, hogy a holdba. Ez fenyegetés, hogy akkorát kapok, hogy a holdba repülök? Mert nem olyan vicces. Olyan erővel megütni engem, hogy a testem kirepüljön a légkörből. Hát most már nem vicces. Jó reggelt, család! A szokásos reggelimet és az újságot kérem. Parancsolj a koktélod, és egy grapefruit fura fogazott végű kanállal. Mazsolás korpa? Adnom. Jó napot! Most költöztem az utcába. A nevem Herbert, és nem Roy Mitchell. Úgyhogy, ha hallanak a hírekben egy Roy Mitchellről, három várossal odébről, akit megvádoltak mindenfélével, és olajra kellett lépnie, hát ahhoz nekem semmi közöm, mert ismétlem, a nevem Herbert. Chris Woodstockba ment? Utána kell mennem és visszahoznom, mielőtt baja esik. A kombival megyek, hogy spóroljak a benzinnel. Még nagyobbak a kocsik. Nem megyek sehova. Itt maradok és füvet szívok. Mi? Az én fiam nem fog füvet szívni. Miért ne, fater? Miért rosszabb ez, mint a te három martinid ebédre? Mi? Az én fiam nem fog három martinit inni ebédre. Miért ne, apa? Miért rosszabb ez, mint a te öt viszkid reggelire? Mi? Az én fiam nem fog öt viszkit inni reggelire. Miért ne, apám? Miért rosszabb ez, mint a te kisüsti viszkid a tripla X-jelzésű köcsökben? Mi? Az én fiam nem fog mást inni, csak rizsbort. Így van. A családunk ázsiai eredetű.
Tudom én, mi a háború, barátom. Partra szálltam Normandiában. Mondjuk 1958-ban, úgyhogy nem volt olyan komoly ellenállás. Nincs futkosás! Mondom, nincs futkosás! Nem is futok! De megváltozott a kagyló. Majd vigyázz a gallérokkal, eléggé élesek. Szevasz, Peter! De igen! Egy rundó sört legyen szíves. Őt is elkaptuk. Tudod, sok mindenre számít az ember a háborúban. Vérengzésre, álmatlan éjszakákra. De arra nem készítenek fel, hogy egyfolytában szól a Fortune 8 szám. Azt hallottam mindig, amikor helikopterre ültem. Amikor behajóztunk a dzsungel mélyére. Mindig az a dal szólt. Még a farkam is azt játszotta, amikor kuplerájba mentem. Nézzétek, mit szereztem! Ez a mágikus ketyere zenét játszik le, beszél, és tud mindent vezeték nélkül. Ott egy vezeték. Hallgass, kérlek! És most bandítva egy olyan szemüveggel, amit nem szoktam hordani, elolvasom az útmutatót. Ha érmet osztanának kisbetűs írásért. Mi? Jól van! Na-na, ó! Jokóonó letöltése. Na-na-na! Még több Jokóonó letöltése. Na-na-na-na-na! Minden Jokóonó letöltése. Tudom, hogy szánalmas bohóckodásra vesztegettem az életem. Mint te a Disneylandi látogatást. Hé, hey, öcsi! Lebuknál, amíg a kép készül. Mi? Miért? Mert ez családi kép lesz. És csak belezavarnál. Maga is bezavar nekem. Bukjon le maga! Most mit köcsögösködsz? Bukj le! Bukjon anyád! Sőt, felállok ide! Várj! Szóval ezt az egy napot a testemben. Szó szerint értettem? Így van, Brian. A szerkezet segítségével enyém lehet a tested, és a tiéd az enyém. Így rendbehozhatom az életedet, aztán visszaadom a tested. Na most, több lehetőség közül választhattam. Úgy döntöttem, az én hangom a te testedből fog szólni, és fordítva. Adott esetben azonban majd utánoznunk kell egymás hangját, hogy becsapjuk azt, aki nem tudja, mit tettünk, azaz mindenkit. Stewie, ez nevetséges. Bíz bennem, mit veszíthetsz? Szó szerint semmi. Jó, de csak megjegyzem, eddig minden szerkezete tönkrement a legrosszabb pillanatban. Ez nem fog. Jó, rádumáltál. A kezem? Vagyis a te kezed? Az enyém? Igen! Stewie, azt hiszem bejött. Sikerült! Testet cseréltünk! Hát ez eléggé fura. Olyan, mint... Hey! Nem is értem, mit rigyálsz annyit. Hihetetlen, hogy testet cseréltünk, Stewie, de ez a fej... marha nehéz. Csinál neki szélesebb alapot, használd a vállad. Jól van, a szem menni fog. Most akkor keresek neked munkát, barátnőt és általában kiutat a posványból. Jézusom, Peter! Peter, ott vagy? Furán érzem magam. Mi az anyám van? Mi lett a testemmel? Bepánikolt. Nem tudhatja meg, mi történt. Nyugi, van egy ötletem. Peter, minden rendben, nézz a tükörbe. Egy pillanat, oda teszlek a tükör elé, mégpedig most. Ott vagyok. Szia én! Nagyszerű volt, Peter, és most szunja. De nem vagyok álmos. El akarok menni a kagylóba. Jaj, ne, a dagadt barátai. Hogy hívják a feketét? Cleveland. Cleveland, igen. Cleveland! Peter, az ördög itt a névmemóriádnak! Gyere, megyünk a kagylóba! Már mehetnék lenni! Jól esne egy vándatom a Martini, de sajnos most segítenem kell Krisz fiamnak házit írni! De ha korán végeztek... Testet cseréltek, húzzunk! Ez meleg volt. Na jó, nyomás fel is! Peter, gyere a konyhába segíteni! Ha? Nézem a tévét! Te jó ég, foglald le, elintézem! Rájöttem, hogy elérem az állatos kekszet, úgyhogy mégis elleszek egy darabig. Brian, segíts nekem! Lois felírt minket valami pervers pisi témájú női orgazmus kurzusra. Megőrült!
Hű. Ide kell hoznod a gépet, hogy megjavíthassam. És átvehessem a helyet Peter testében. Nem, hozd mindenkit, mindent vissza kell csinálnunk. De gyorsan, fel van ajzva. Brian, délelőtt 10:30 van. Miért követel a testem alkoholt? Ez ilyenkor teljesen normális. Izzadok, remegek, és hazugságokat találok ki. És én miért érzek késztetést, hogy pufit zabáljak és recskázzak az erdőben? Hát mert 10:30 van. Jó, hogy így megismerjük egymást. Joe, hál' Isten, el kell jutnunk a Vikapók fogadóba. Elvinnél? No, no. Úristen, Joe teste cserélt Consuelával. De akkor... Az egész város testet cserélt! Francba, az egész várost akartam mondani. Valamiért időjárás jelentést mondok egy óriás fekete férfi testében. Milyen péntek ez a mai? Súlyos! Tiéd a szó, Tom. Most érkezett. Minden gyerek menjen a parkba a kék furgonhoz délután 3-kor ingyen gyalókáért. Ha-ha! Vittes, mert más hangok jönni ki más szájakból. Ez a két test is felcserélődött. Futtál az idő! Kinyílt a mézes bödön! Jól van, fent vagyok. És most? Most? Csapasd meg magad a villámmal! Na és azt hogy? Ateista vagy, kármold Istent! Mondj valamit, amit a tévében nem lehet! Jól van. Hé, Isten! Nem én. Ilyet nem mondhatsz. Nem. Három perccel később. Egy szavára se figyeltél doktor Johannak, igaz? Igaz, bizony. Srácok, jöhet egy cigi szünet? Mi? Itt tilos a dohányzás. De ez egy szuper vapor, elektromos cigi. Mindenki ezt szívja, még Darth Vapor is. Sérti a fülem ez a véptelen beszéd. Gyerünk, Peter, próbáld ki. Mi történt? Hirtelen úgy érzem, mindent jobban tudok mindenkinél. Mert ahányszor valaki átsétál egy e-cigi füstjén, születik egy milleniumi. Ne feledd, Peter, sose gyalogolj, ha gurulhatsz is valami bohótságon. Mi van? Bocs, éppen szelfiztem, miközben Snapchaten posztoltam, periszkópon élőztem, kávéművészetet instáztam, sazamoltam a Weekendet, streameltem a Master of None-t, és megosztottam George Takei tweetjét. Azt mondtam, ez megnyerte az internetet, és mindezt unalom hashtaggel. Pörölj! Pörölj! Ne kelljen már felnéznem a telomból! Ja, hogy nekem írsz? Peter, elütött egy... Arról érzem magam. OMG! Küldöm a pozitív energiát. Még nem voltam milleniumi temetésen. Nem túl ízléses, hogy a szintis macskát bérelték fel. Peter, miért mesztelen? Így óvja a környezetet. Laész, ne bámuld a halott haverom dákóját! Na figyelj, én csináltam reggelit, én vezettem. Nézhetek halott dákókat! Na jó, feladom. Itt agyalunk, már majdnem egy perce. Pont ez a baj a mai kölykökkel, nem tudnak koncentrálni. Várj, ez az. Egy műsor azoknak, akik nem tudnak koncentrálni. Ez lesz a 6 másodperces talk show. Hát ez beválhat. De szomorú, hogy a fiatalok nem tudnak 6 másodpercnél tovább figyelni vala... Azt a rohadt! Mi van már? Hozzátok beszélek! A telefonon kívül is van ám élet! Van a faszt! Segélyhívás Afrikából. Elutasítva. Hogy kell erről leiratkozni? 6 másodperces talk show. 3, 2... Peter Griffin vagyok, ez a 6 másodperces talk show. Mai vendégem Joe Biden. Ennyi volt mára, köszönjük, hogy velünk tartottak. Milyen volt? Vontatott. Peter, az ön 6 másodperces talksója miatt vagyok itt. Megnézni még nem volt időm, de ettől hangos a szilícium völgy. Szeretném, ha meglátogatnának minket a családjával, hogy megtudjam, mi lesz a következő nagy durranás. Hú, rengeteg ötletem van. Most azon dolgozom, hogy nézd meg, rúgd fel. Nézd meg,
Elnézést, segíthetek? Rúgtál! Ez zseniális! Viszlát a szilíciumvölgyben! Hello, Parker! Áll még az ebéd utáni Samsung Galaxy Note meeting? Igen, megvannak az eredmények. Igen, de ez majd a meetingen. Hol van erre egy mosdó? Genderképlékeny? Inkább folyékonyra számítok. Ez biztos olyan csúcs technikás japán slozi. Jól belehutyozzok az elektrobutiba, és pattognak a cikrák. Jaj, de jó is ez! Mi az úristen folyik itt? Összeomlik a mainframe-ünk! Várjál, lehúzom! Te Isten barma, ki csináltad az egész internetet? Peter, csináltál már pár hülyeséget, de az internet tönkrevágása mindent visz! Nézd, milyen káoszt okoztál! Hogy jutunk vissza a repülőtérre? Nincs internet, vagyis GPS sincs, tehát nem mehetünk Uberrel. Van egy őrült ötletem. Menjünk taxival, ott is van egy droszt. Halott! 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 Épp hogy él! A reptérre! Mivel a telefonjukat nem tudják bámulni, nézzék a zavaróan hangos Jimmy Fallont a taxi tévén. Ma végképp sárba tipróbb Al Pacino tekintélyét, mert gyerekjátékot játszatok vele. Na, ezért überezzen. Peter, mit csinálsz? Én leszek a Waze applikációd. Melóba mész? Oda. Jó, 6 perc múlva fogsz odaérni. Indulj el egyenesen. Ez jól hangzik. Na és hogy megy jobbra a... Jobbra, de rögtön! Jól van, bal. Nyugi már! Bal! Fordulj balra, de most! Szeretnéd a reklámmentes verziót 4,99-ért? Nem. Akkor próbáld ki a Domino's pizzát! Peter, kik ezek a srácok? Ja, ők az én fekete tinik reagálnak egy nagyon enyhe égetésre, gifem. Ja, nem tűnik hasznosnak. Ó, mint a lábad? Gyerekek, na kinek van kulcsa egy motorcsónakhoz, ami az őrsön dekkó? Azt meg hogy szerezte? Hát, vicces történet. Hát ez tényleg vicces volt. Főleg a vicces része. Betartottad, amit ígértél. Na, akkor ki akar vízés jelni? Hát én! Igen! Csináljuk! Ó, de nagyszerű, imádom a hajókat. Hajók a mindenem, bármit megadnék, hogy a vízen legyek, és a sós levegő. Jó, már elmentek? Nem, csak nem fértünk a képre, de akkor sem jöhetsz. Úgy érzem, már mindenki tudja, hogy képtelen vagyok kielégíteni a nejemet. Most szedd alá! Szedd alá! De a másik irányba! Picsába, fenn leszünk a neten! Na jó, faszom bele! Beszállás! Mort biztos bepánikolt és lelépett a városból. Ha akarjuk azt a 10 rongyot, ki kell derítenünk, hogy hova. Basszus, jelszó védett a számítógépet. Írd be azt, hogy meleg van ma. Nem. Akkor hideg a hal, kérem vissza a pénzemet. Nem. Elhagytam a blokkot. Bingo! Picsa! De Istenet! Úristen, Kegmeyert megtámadta egy cápa! És a farkát kapta be! Nem igaz, akárkit rá tud venni! Te jó ég! Elvesztette a pöcsét! Tudatnunk kell a többi hajóval. Na, hogy is van? Fehér zászló barát, fekete nem barát, és a kék a faszvesztés.
Öcsém, ez szopás. Hallok valamit a mosdóból. Gyerünk, vizelet, mennyi fog? Olyan, mint az otthoni vécé. Már 5 nap eltelt. Működj együtt, légy szíves. Van ott valaki? Takarítás! Ja, jó, jöjjön be! Csak vizelek. Csipicse, piplics, plac. Sus! Nézzenek oda! Micsoda sugár! Sose lesz vége! Rendes tőletek, hogy segíteni próbáltok, de ez katasztrófa! Nem értitek, mit jelent nekem az a fasz? Mindent együtt csináltunk, de tényleg mindent! Miközben gyengéden kioldott a sejem fűzőjét, Jennifert megborzongatta a ráváró forró éjszaka gondolata. Szevasz, Kegmeier! Szasz, Peter! Csak meg akartam köszönni, hogy megadtad a lökést, ami kellett, hogy ne sajnáljam magamat, hanem fogadjam el az új életem. Finktam. Így fedeztem fel újra egy régi, kedves gyerekkori hobbimat. A hasbeszélést. Meg is hívlak titeket az új műsorom bemutatójára a színházba. Kegmeier, boldogan elmegyünk. Ezt ki nem hagynánk. Köszi szépen, Peter. Ez sokat jelent. Akkor tali ott. Bassza meg, minek nyitott a ajtót? Annyira izgi! Most muszáj elmennem! A faszomat! Már előre röhögök rajta! Csak egy módon úszhatom meg! Alig várom! Ezen kívül rendeltem még egy szelet pitét. Mert tudod, hogy hányszor élünk, Brian? Egyszer. Egyszer. Miért jöttél, apa? Hoztam neked valamit, amivel felvidíthatlak. Yeti hűtődoboz. Az elég menő. Nem, az az enyém. A tiéd benne van. Ez a terv... Igen, Glenn. A péniszem. A műtét után lefagyasztottam. Egy téli hógolyó mellett tartottam a hűtőben. És most neked adom. Na jó, mindenki bemosakodott? Én sem, de azért vágjunk bele. Nagyon féltem Kegmeiert. Én is, viszont az kedves, hogy adtak hotdogot. Itt van, ide vele. Állj, FBI! Mi a tököm van? Köszönjük a segítséget, Mr. Goldman. Egy pillanat. Az FBI-nak dolgoztál? Absolutely! Amikor meghallottam, hogy jutalom van, azonnal feladtam magam, úgyhogy ti túrót se kaptok. Peter, még fel sem öltöztél. Minek? Felép Krisz osztályának a rock'n'roll kórusa hónapok óta próbálnak. Hónapok vagy hónapok? Hónapok. 3. Az nem elég. Hello! Mondjuk tényleg jobb lenne, hogyha könnyebb dalokat énekelnénk. Milyen volt? Rettenet. Remélem, nem akarsz egész hétvégén itt fetrengeni és tévézni. Pedig pontosan ezt akarom. Kódolatlan hétvége van a fizetős csatornákon, még a Cinemaxon is. Az egyik műsorban konkrétan 2 csöcs harcol. Sajnos behatolás még mindig nincs. Akkor számíts rá, hogy sokat csóválom a fejem marcosan, összefont karral. Jó, én meg majd a szememet forgatom és sóhajtozom. Az egyik szomszéd passzív-agresszív családi vitát jelentett. Peter, ez már nevetséges. Egész hétvégén itt hevertél. Nem hozok neked több kaját. Nem is kell. $1000 hitelem van az Uber Eats-nél, mert egy sofőr megfogta a seggem. Na jó, akkor ha nem kezd fel, nem szexelek veled. Az miben lesz más, mint eddig? És miért is vagyunk még házasok? Ez a héten már a második? De rendbe jövök. Rendbe jön. Ez a videó segít megérteni. Összenő, bökkenő. Ed, Oliver Platt vagyok. Összenőttem ezzel a fotellel. De hogy történhet ilyen? Ha egy dagadék izzadbőre húzamosabb időn át egy kanapé szövetének nyomódik, annak szálai egyesülnek a bőrrel. Minél tovább fekszünk, annál erősebb a kötés. A tanácsom nyugalom. Nem dől össze a világ. A velem összenőtt bútor nem gátolt meg abban, hogy gyereknevű felnőtt legyek farkas emberház méltó. Az eljárás neve bazi gyors letépés. Igen fájdalmas, mehet? Akkor inkább maradjon rajtam a kanapé. Tényleg? Biztos ebben? Persze, ez semmiség. Kerültem már kínosabb helyzetbe, főleg híres emberekkel.
Muter, mindig be lehetett látni a konyhából a nappaliba? Elegem van ebből, az a kanapé tönkre teszi a házat. Ha Peter nem engedi meg, hogy Dr. Hartman levegye, levesszük mi. Altatot tettem a sörébe, ki van ütve? Láttam, hogy a sajátodba is tettél. Minden felnőtt altató sört iszik, hogy legalább reménye legyen aludni. Ezekkel az ollókkal fogjuk leválasztani apátokat a kanapéról. Nem látom, hol kezdődik a bőre. Akkor inkább abba vágj bele. Szeretem a kanapét. Istenem! Isten? Igen. Ne kérdezz Trumpról. Oké. Semmi más kérdésem nincs. Pokorra jutnak az ateisták? Nem. És akik azt mondják, hogy nem vallásosak, de spirituálisak? Azok igen. A pokolnak is a leges legmélyére. Néha kiveszem őket, csak hogy azt higgyék, megkegyelmeztem, de mennek is vissza. Helyes. Helyes. Ennek örülök. Frankó, meghaltam. Ha élnél, nem éreznél semmit, ha kapsz egy ilyet. A kurva anyádat! Éha igen, ehhez kell egy nap. Elnézést, bocs. Holnap már nem fogod érezni. De igen, halott vagy. De nem halhatok meg. Pillanat, várjál. Ez az igazi. Egy jó kis családi vacsora. Ha valaki néz minket, azt mondja, na hát, az a család, hogy mennyire boldog. És a gyerekek is imádják a fadrakőst. Te állíthatod össze a hamburgeredet. Csak a képzeletet szabhat határt. Te miért csináltál, Krisz? Simát. Simát? Hogy simát? Egy sima hamburgert, én így szeretem. Ez nem hamburger, csak húsos szendvics. Meg legalább összedobott egy bézs burgert. Nem, ez csirkés. Mi van? Itt? Ez a fadrakörsz. Mi nem érthető abból, hogy fadrakörsz? Semmi. Na jó, kezdjük előről. Szépen felálltok, oda mentek a feltétekhez, és bevadultok. De nekem ízlik így is. Nem ízlenie kell, hanem vadul kinéznie. Te meg mi a faszt művelsz? Felvágom. Így könnyebb enni. Nem azért vagy itt, hogy könnyen egyél. A felének a tányérra kell esnie, amikor megszorítod. A másik fele a ruhádra megy. Na, hogy érzik magukat? Rémesen, tűnjön el! Menni fog Peter, szereted a családodat. Menni fog Peter, szereted a családodat. Menni fog Peter, szereted a családodat. Fater, lehúznád kicsit az ablakon? Jelöllek titeket! Ajjaj! Azért még mondanék valamit. Hogyha bármi történne velem, az életnél is jobban hiányoznál, a műzlinél, a társasjátéknál. Nem, azt imádom. Jól van. És meg, sajnálom, hogy nem tudlak majd oltár elé kísérni, és nem csak azért, mert sosem fogsz eljutni odáig. Kösz, apa. És Stewie, fáj, hogy nem látom, hogy lesz belőled férfi. Valaki köcsöge. Nem állítsa le valaki! És Krisz, ha úgy érzed, mindennek vége, azt akarom, hogy akkor is nyújj ki a csillagok felé, meg be a tévé mögé, ahová beesett pár DVD. Bocs, hogy utolsó lettél. Na és én? Te kutya vagy. Gondolom, tudod, hogy miért vagyok itt. Igen, azt hiszem. Vicces, az első hét napon más sem csináltam, csak teremtettem. Azóta meg csak ölök, ölök és ölök. Jól van, akkor csináld. A családomnak jobb lesz nélkülem. Szörnyű férj vagyok és szörnyű apa. Minek kértem még egy esélyt? Mindenben igazad volt. Mondd ezt újra. Mindenben igazad volt. Csak ezt akartam hallani. Erről szól a vallás. Nem arról, hogy jó vagy, rossz vagy. Csak a vak engedelmességről egy kitalált lénynek. Akkor nem halok meg? Nem, még 4 évig nem. Köszönöm, Isten! Légy áldott gyermek, pornórajongó. Ha-ha, ezt megkaptam! Elsüthetem a fiammal? Simán. Hé, Krisz! Pucér gyerekfotókra izgulsz, mert ocsmány perverz vagy! Elcseszte!